Szép budgétás reggelt kívánok mindenkinek, én Turbinyó vagyok, és ez pedig itt az éjféli foglalkozás, vagy éjjeli. Úgyhogy Beyond Two Souls, folytassuk is a játékot, aki az előzőkről lemaradt volna, tüstén nézze meg, érdekes egy dologról van szó, egy jó történetű játékról. Na nézzük, most megint visszacsöppentünk ugye a régi múltba, amikor még pici volt a szemgolyónk, bár mondjuk az akárhogy is növünk, meg ilyenek, az nem fog változni, azért van az, hogy a kisbabáknak baromi nagy a szeme. Na mindegy, úgyhogy most ezzel jó belenyúltam a lecsóba. Na nézzük! Mindenféle biomechanikai cuccok vannak itt mögöttünk, mint a Spider-Manben a kis oktopusz emberke, simán olyanok lennénk. Na nézzük, mit kell csinálni. Fáradt vagyok. Mehetnék már aludni, kérlek szépen, ha menjek már befelé az ágyikomba, huha, ennyi lenne az idő. Mit csináltál? Izé, admirális hoztál a gépen, vagy kártyáztál? De édes! Na ő jó! Hallod gyerekek? Jobb, mint az apám. Esküszöm. Mármint a játékbeli apám. Jó van, tehát akkor kicsit még itt maradsz. Papírmunkázol, látom ott az agyi működésemet, papírozod. Amúgy esküszöm, tényleg amúgy ő tényleg már vége felé, meg az egész játék alatt. Hülye vagy, ide be nem mennék egyedül, hol lámpa kapcsoló? Ott van balra, kapcsolt föl. Puty! Kösz. Szemben van egy pár. Stop it, Aiden. It's not funny. Aiden. Nem most forgassuk le Resident Evil-t, kérlek. Nem ez? Nem ez a kupa? Nem. Ott van. Mi a szart oldottam föl? Opa, bocsánat, elnézést. Valami fel, ott van a könyv, ott a könyv, ott a könyv. Hogyan legyünk youtuberek? Kézi könyv. Mondom én, hogy ez az. Első lépés, vegyél egy jó mikrofont, ami nem zörög. Második lépés. Ne legyél akkora balfasz, mint amennyire való életben vagy. Na majd most ezt kiolvassuk. És mi leszünk a jövő nemzedék PewDiePie-ja. Bocsát, Marcipan. Vagy mi a barátnője. Mi ez? Mi a fasz? Ez mi a faszom volt? LOL. Ilyen hallucinációkat még nem nagyon láttam a játékba. Bozd meg! Ez mi a fasz? Kik ezek? Hülye, látom már a szellemeket. Ami jó is sápatnak tűnök, bazd meg, hát az előbb láttam két halott embert. A kis csajom már annyira megszokta ezeket, hogy konkrétan le se szarja. Nathan Dawkins. Ja, most hívják föl, meghaltak ők ketten. Miért érzem, hogy ez történt? Jody, van egy rossz hírem. Nathan, what's up? Meghalt két ismerősöd, bár nem tudom ők kik voltak. Ó, bazd meg! Nem is az én ismerősöm! Bazd meg! Szegény. Bazd meg, pedig ez egy jó szívű ember. Szegény. Bassza meg.
Bakker. Hát mondjuk erre nem számítottam, hogy ilyen fog történni. A küldetés. Reef. One of the most dangerous warlords in the country. He commands a heavily armed militia, using it to control several important districts in the city, which means none of our humanitarian aid is getting through. You have to find Jamal and eliminate him. Jó. Hívja meg teszem. Twice a day. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Not much of a chance he's still there, but it's as good a place as any to start looking. You'll be on your own this mission. No direct engagement with the enemy, no backup. You identify and eliminate your target, then activate your GPS beacon so we can extract you. Tehát igazából én be leszek küldve oda egyedül, fegyverrel, egyetlen egy ilyen GPS-vevővel, és konkrétan, hogyha elkapnak, ha lelőnek, ha bajba vagyok, ha menstruálok, ha eltöröm a lábam, hogyha oda jön egy kutya, megnyalgatja a lábamat, akkor se leszek szarva. De az itt van tank, légiágyú, 600 katona, minden, de azért csak én megyek be egyedül, tök jó. Milyen jó fejek vagytok? Főleg te. Nem akarom, hogy bármi történjen veled. Ilyet, szóval nem akarom, hogy... De édesek, dugd már át a nyelved. Hát ez így olyan, mint amikor egy 5 éves megpuszilja az anyukáját. Na mindegy. De azért milyen jó fej a csávó, nem? Nem akarom, hogy bajod legyen, de azért beküldek egyedül az Al-Qaida anyám kínja a fővezéréhez, hogy likvidáljad mindenféle szar nélkül, meg segítség nélkül. Nem akarom, hogy bajod legyen, érted? Tehát, na mindegy. Na, kipontjanunk. Kösz. Hű, de jó helyre jöttünk. Ennyi erővel egy, hogyha már ilyen haderő van nálunk, egy tengeralattjáróval is jöttünk volna. Vagy kiküldhettek volna egy ilyen 1000 forintos Tesco-s izé felfújható izé. Ilyen szaron tudjátok kijönni. Anyám! Ó, de jó jel. Hát szia. No direct engagement with the enemy. No backup. Jó, tehát igazából csak azt az egyetlen egy embert töltem meg, akit kell. Egy katona balra. Senki sem erre. El fogom baszni. Aha. Ez így vagány. És mi erre nézel buzi arcú még mindig? Igen, tönkrement a rádió, ezt kell nézni 20 évig. Az. Az meg habaras nyom a nyak. Na haladjunk befele. Csövi! Csőváz! Várjál, őt nem tudom megölni itt lent? Nem. Ha!
Hoppá. Hoppá, ezt elbasztam. És most akkor hova a vérbe? De az, amiből kattingattam a háromszöget. Aha. Aha, ott van. Oda kell mennem. Aha, nem, hát az nem lesz két méter séta. Vannak a buzik, de hát nem sokan vannak. Jó, jó, látom. Hülye, milyen kommandózás van itt már? És ezt hogy fogom megölni, vagy mit fog ezzel csinálni? Nem tudtam, hogy ilyen komoly vagyok. És most merre? Jó, 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 de attól még... Ugye ezeket nem kivégezni fogják most 3 másodpercen belül. Még ha értelmet mondasz. Belemegyünk a testébe, figyeld! Figyeld, és most ölni fogunk! Ennyi! Hülye vagy, a legjobb katona vagyok a világon. Most már mindjárt ott vagyunk amúgy. A kis buzi arcúak. De így megtanulnának ezek... Oké, ez még mind szép és jó. Meg kéne tanulniuk normális emberi nyelven. Na és most merre? Nem tudom felvenni. Na mindegy. Na nézzük. Erre semmi. Te jó kis lépcső. Go fel. Na, el is mentek a gecibe. Na nézzük, mi a szar volt ez a lepellel. Semmi.
Hát az a baj, a beszélgetésükből semmit nem fogunk tudni leszűrni, mert nem értik ezt a nyelvet. Hát az a baj, hogy hiába vannak itt izén, tehát hiába vannak itt ilyen pillanatképek, ezekkel sokkal okosabbak nem leszünk. Nagyon sokan vannak. Hol van az a templom, ahova mennem kell? Már a csillagot kell nézni az égen, nem? Ez vagány. Ez így necces lesz, srácok. Azokon keresztül átmenni, az sok lesz, nem? Ez hangos volt, nem? A kurva anyátokat! És most merre, srácok? Bazd meg! Jaj! Elbasztam! Ez az. Folytsd meg! Ezt jól elbasztam! Ez nagyon csúnyán kiszúrt. Ez, na most nem néztem körül, most megdöglöttem volna. Milyen katakombák vannak itt, nagyon durva.
Meg szembe a kis buzik. De azokat hogy? Aiden? Nem. Nem tudom merre kéne menni, innen jöttem. Ez így beszart. Ja, mondjuk elég vallásosak. És akkor most? Ezek meg itt... hát jó, hát itt ők el vannak. Jodni, ne legyen már ilyen béna. Nem megyünk föl? Ja, nincs hova. És akkor most merre? Hülye vagy, ez nagyon kemény, hogy itt... Aha. Itt jönnek a kis búzafalók. Tököm, hogy igazából így ezzel embereket is mentünk, ha azt nézzük. Aha, már ott van az épület, jó van. Nem tévedtem el annyira, mint amennyire hittem. Jó, őket vagy közel, aha. A katedrál. Hát az előző épületben, ahol voltál, ott láttad. They came here. Elég akciókodós kis részről van szó konkrétan. Semmit nem értek abban, mond. Azon kívül, hogy éljen, én vagyok a fasz a gyerek! Na nem baj. Az az ő dolga, hogy ő fasz a gyerek. Tehát tényleg itt voltak, rendben, ez még mind szép és jó. Itt a térkép is, kicsit véres lett, nem? Mondjuk az engem hol érdekel. Úgyis izé kézrátétellel olvasom. A toronyt azt most innen honnan szüljem le gyerekek, hogy hol van? Tök jó, hogy te tudod. Jody, tök jó fej vagy. De én, aki iránytalk, finger nincs, hogy merre van. Hol van a torony? Hát ez fasza.
Ti láttok tornyot, szóljatok! Semmi. Sehol nem látok tornyot. Ah! Persze, az épület túloldán. Ott vannak. Hoppá, valaki nyugdíjcsel. Remélem nem maszturbálás közben jövök rá. Ne, hogy kinyírják kis Ronaldinho. Kis afrikai menekült, itt rohadt elefántok elől, meg az oroszlánok elől rohangász. Hát most már nem fogsz tudni. Akkor segítsünk. Na, az ilyet szeretem. Rohangálja! Norbert! Norbert! Hoppá. A gépágyus kurva anyádat. Legalább a kis srác meg segít, figyeld. Az mondjuk, hogy nem öltek, nem? Oké. Mondjuk ezt a falat kibontjuk innen, mit szóltok? Ezzel meg is öltük őt, az király. Ő belé gyorsan beszállunk. Oké, a kurva anyád. Melyek közelebb? Hoppá, ellenőd a lyukamat! Oké, ott még vannak balra. Merre van? Ezek itt mi vagyunk? Ott. Ez az. Na most akkor mehetünk közelebb, igaz? De azt a gépágyút hogy a faszba fogjuk megölni? Ó, a kis srác tud lőni. Sokat csézett tuti. Hoppá! Kis srác meg fog menteni, figyeld meg. Hoppá, elbasztam. Baszd fejbe, ez az. Jaj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 , ezt jól elkúrtam. Néha annyira nem tudom be... Várjál már, baszd meg! Figyelem kell, elkúrtam! Éjjel, segíts már, baszd meg! Hát itt harcolok az életemért a kurva életbe! Folytsd már meg! Na, erről van szó. Végre. Kell fel a nap. Hülye buzi, miért nem jött ide? Is right.
rising. It's gonna make it tough to not be seen now. The tower. The tower's over there. Igen, ezt már addig is tudtuk. Semmit nem értek abban, mondasz! Jó. Na, majd akkor kövessük a kis srácok, majd megmutatja, hol kell menni. Mindenhol a csávó feje van felfújva, nagyon kemény. Milyen kis belső harc van már itt? Na most merre, kis srác? Mutasd utat! Jó, ja? Akkor ezért nem menték ki. No choice. We're going straight through. Stay close, okay? Quick, help me! Shield. Shield, 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 shield! Kis srácok, milyen leesik, hogy kb. Szuperhős vagyok. Nem lőnék magamra, érte, itt mászok. Simán nyílt célpont vagyok. Ezek kinyírják egymást, én nem is kellek amúgy. Most már mindjárt ott vagyunk amúgy. Oké, csináljuk. Kivesszük és belehajtunk a ellenfelekbe, vagy mi? Miért érzem, hogy az lesz? Ja nem, Platónba megyünk. De kemény!
Take it slow, Aaron. We'll try to get by without being noticed. Milyen lopakodást tolunk itt már össze-vissza? Na most bújunk el, ott a blokád. Ezt elkúrtam! Ezt nagyon elkúrtam! Jaj. Hallod, ezt nagyon elkúrtam, nem kell volna ha megnyomom azt a gombot elsőre. Én idióta, hallod? De nem, hogy legalább pikpak odaérünk, figyeld! Mert megyünk vagy ezerrel. Ezt nem hiszem el. Egyszerűen annyira nem tudom ezeket betájolni, melyiket kell nyomni merre. Egy arc, még egy, opá, anyádat! Ezt jól lefejelted, baszki! Adjál a testének, ölj, bubr, rúg le! Ez szép volt. Hoppá. Hülye vagy bazd, hogy keményebbek vagyunk, mint Jason Statham. Hoppá. Igen, az csövi. A gépágyút, azt mindjárt ránk tolják. Hoppá. Hűvazd meg. Abban mi nem voltunk már benne, legalábbis nem nagyon láttam a testünket. Semmit nem értek belőled. Édes, csak csinálj neki így. És akkor hátha. Someday, this is all gonna be over. And you can just go back to being a kid. Az a baj, hogy ilyenek után már nem lesz gyerek. Jaj, ez aranyos. De miért érzem, hogy meg fog halni a kis srác? Ne legyen így, de... Jamal was around here somewhere. I don't have much time. Ott voltak, csak nem szúrt ki. Baszd meg, ezt nem tudjuk leütni. Én idióta, azt hittem, mondom, hogy mögé azt megnyomom a kockát, az jó lesz.
Jamal's here. Okay, now find a place close to the house where I can take cover. Mondjuk ez itt bent. You know what you have to do. Find Jamal, Aiden. Addig át tudok menni. That's Jamal. You won't be able to get close enough. You're gonna have to do it. Én megölöm, de hogy? Hát akkor így. Na, hogyha az asztalt felrugom, az nem jó. Platón. Hoppá. To do it. Orders are orders. The guy's got blood on his hands. He deserves to die. Come on. I can do this. I can kill him. I can kill him. Megöljük, Nyugi. Az egész bandát kinyírjuk. Ah, cső! Ője vagy! Azt a kurva! Bassz meg! Hallod, a véget nem érő muníció! Várj, ott volt még egy csávó, nem? Aki él. Nyis ki az ajtót, hát bassz meg. De mivel? Ja, hogy ezt az ajtót. Na, nyomjuk a GPS jelet. Szép volt, Aiden, szép munkát végeztél, hallod-e? Szép munka, nehogy ide hányjál. Jaj, Istenem, virusz! Datróka, Rudi. Hát ő meghalt bizony. Egy fénykép. Így egy selfie. Na, és most? Ne, ő volt az apja, bazd meg! Annyira tudtam, hogy lesz még vele valami. Bazd meg! Hát jó, de az apád meg egy izét terrorista szervezetnek az egyik embere volt, tehát most ezt nem csinálják. Jó, hát én akkor megyek, szia, hát most igazából, ha azt nézzük, leszarlak. Fuck. Fuck, we gotta get out of here.
jönnek, basszus. Hülye vagy? Ez halott vagyok itt kb. Comblövés, az a legjobb. Most hova menjek? Húva! Hülye, ez esélytelen. Nyomj meg azt a GPS-t. Nyomj már meg azt a szart. Mi vagy, meghaltam. Oda föl, nem tudok menni. Nem, ilyet nem játszunk be, ilyet nem játszunk be. Megoldjuk, csak ügyesen figyelj oda, kis saj. Megoldjuk, aztán majd megint smárolhatsz az izé nagyszerű CIA és csávóvaddal. Á, halott vagyok kb. Hülye vagy, innen hogy menekülök meg? Sehogy. Na hát ez már annyira jobban hangzik. Hát igazából nem lőtt egyik se, tehát ott volt lent, hogy 60 ezer fegyveres, de egyik se lőtt. Na mindegy. Hát ja, ez így egy jó kimentés volt, ez így egy jó opció volt, ja. Király. Na. Ez vagány. Na nézzük, hol jutunk. Ten years in the CIA, never seen anything like it. Boss sends his own private helicopter to get an agent back. All the top brass are crazy about you, Jody. You and Iden, of course. Jody. Ja, kis srác miatt gondolom, van egy kis lelkis megfordulásunk. Listen. I know this one was tough. Rázós? Hát bazd meg, nem telted át. Just another mission accomplished, right? Hát nem. Hát igen, a kis srác az eléggé durván beégett az agyamba, szerintem. Kinyírtam az apját, akkor rám fogta a fegyvert, rám lőtt. Ezt én sem felejteném el. Na meg a comblövés sem. Hát jó, most, hogy így megkérded. The international community had just announced its official recognition of the election of the new president, Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. And now, sources report that he and all the government were assassinated in what appears to be an unclaimed attack. You have to find Jamal and eliminate him. Hopes were high.
that the newly recognized President Jamal Sharif would be able to put an end to the hostilities that have ravaged his country for many years. Átlettem, kurva! Leaders have already expressed outrage at what appears to be nothing less than a cold-blooded execution. We have to find Jamal and eliminate him. Nima za fajci salek! Fakar tu anaki sajikachi! You lied to me. Átlettem, kurva, bazd meg! Democratically elected president. Your point? We're not politicians. We had our orders. You knew I wouldn't have murdered him. So you lied to me. Welcome to the CIA, Jody. It's not fucking choir practice in case you haven't noticed. Now we had a job to do and we did it. End of story. This might just be a kurva anyádat. Okay, but I don't go around killing people because some four fucking star general tells me to. What's going on? Most már minket is likvidál, figyelj! You used me to do your dirty work! What difference does it make? Jody, he was a dead man walking with or without you! I have blood on my hands! Some kid lost his father because of me! Because I trusted you! Because I trusted we were doing the right thing! What am I, Brian? Azért kaptunk magángépet, meg ilyenek, hogy most meghalunk. That you can just do whatever you want with? We're getting massive turbulence! Can't control it. Did you also lie to me that night in my apartment? Dude, for God's sake, you're gonna kill us. No one's ever gonna lie to me again, Ryan. Johnny! Fuck! Hát akkor basszák meg magukat. Hát, bazd meg, ja. Nathan Dawkins. They used me to kill those people. Jody, what happened? Hát, mondjuk én is annak az emberek mesélnék egyedül, akiben ugye eddig a legjobban megbízom, az a Doki. Clayton, az egy faszapó. No, no, I ran away. You can't run away from them. They'll hunt you down and they'll find you. You've got to come in, Jody. We'll talk. I'm sure. Oh, it's over, Nathan. Through being their toy. You tell them that if they try to find me, I'll kill them. Jody, listen. És akkor így kezdtek el minket üldözni. Ezt mondjuk rohadtul megértem. Hát az mondjuk kemény rész volt, srácok. Na ez akciódús volt, és fordulékony eléggé durván, hogy átkúrták a fejünket, a rohadt Clayton meg bassza meg magát. Nathan meg remélem tényleg elmondja a CIA-nek a dolgot, de hát sanszos, mivel az előző részekben már üldöztet minket, úgyhogy elég keménke. Na mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, kérlek szépen lájkoljátok, én Turbinyó voltam, nem sokára jön a következő rész, legyetek jók, sziasztok!